Szikrázó napsütés, rengeteg sportbarát, jó hangulat. Május 6-án minden együtt volt ahhoz, hogy méltóképpen emlékezzünk egy olyan emberről, aki nagyon sokat tett a sportért. Székesfehérvár önkormányzata 2011 őszén határozott arról, hogy a Balatoni úton található sporttelep Mezővári József, a Dunafén Maroshegyese néhai vezetőinek nevét viselje. A névadó ünnepségen beszédet mondott dr. Cserpalkovics András polgármester, aki nagyon egyszerűen meg tudta fogalmazni, hogy mit jelentett a városnak Mezővári József. Amit mögöttünk látunk, hiszen ezt a sportpályát egyetlen az, hogy sportpálya, és az, hogy ez egy egy elkötelezett helyi közösség egy ilyen pályával tudta a város segítségével formálni, az azt gondolom, hogy neki köszönhető. Maroshegy önkormányzati képviselője Brájer Éva alpolgármester asszony szintén szót kapott az ünnepségen, és mint mondta Mezővári József jókedvű, a sportért mindig tenni akaró emberként maradt meg az emlékezetében. Abszolút mindig jókedvű volt, hihetetlen energia, tehát energiabomba, fáradhatatlanság, az a Hát nem is erőszakosságnak mondanám, hanem amikor, amikor, ha az ember esetleg véletlenül egy kicsit leülne a témában, akkor sem hagyja, tehát akkor is jön és teszi. Mezővári Balázs, aki édesapja után átvette az Egyesület vezetését, és meghatódottan vette tudomásul, hogy mennyien kilátogattak a Mezővári József sportpályára. Édesapám is mindig ö, ö, örök életébe vidám ember volt. Én ezt a napot mégiscsak egy nagyon nagy boldogsággal értékelem, illetve nagyon nagy örömöt jelent számunkra, hogy több százan kijöttek ma ide. Az ünnepség után a Dunafén -Maros hegy Baracs elleni megyei bajnoki mérkőzését is megtekinthették a kilátogatók. A találkozó végeredménye 2-2 lett, de ezen a napon ez csak másodlagos kérdés volt.